Amit most láthatok, az egy másfél éves pancacsikó, Szajaknak hívják. A történelmünkhöz hozzátartozik, hogy Szent László idejébe a szíjjalt hátú fakó főlovat minden nagy ünnepségen fölvezették, és szimbólumul állt az ősök és a mai emberek kapcsolata között. Az aranyszőrű paripa, hanem a valóságban is ott jár előttetek. A keleti vérű lovak megmaradtak nálunk. A török időben a türk lovak érkeztek, a honfoglaló magyarokkal pedig az akkori szimbolizálják az akkori szellemiségnek, és érezzétek át, hogy vajon milyen lehetett az a szellemiség, ahol a lovaikat ilyen szinten díszítették föl, és mit akart ez jelenteni nekik. Honfoglaló magyarjaink ezekkel a lovakkal temetkeztek egy sírban. Valószínű, hogy nem tudjuk átérezni azt, hogy milyen fontos volt a számukra, és mennyire nagy kapcsolat volt a ló és a lovasa között. Ezt a bemutatót, ezt nem én akartam megszervezni nektek, hanem a jó Isten, hogy ilyen nagy vágtával és ugrálással mutatja magát a 2 hónapos kis csikó.